Tavaly novemberben döntött az OTP-nek a Management Committee-ja arról, hogy az OTP-nek az Agrárágazati Igazgatóság által letett vízióját elfogadta. Ebben a vízióban nagyon sok minden szerepelt, egyrészt a hazai piaci részesedésünknek a növelése, szeretnénk egy 20-22%-os piaci részesedés mellett a jövedelmezőségre koncentrálva olyan komplex szolgáltatásokat bevezetni, amely nem csak a számlavezetésről, amely nem csak a finanszírozásról szól, hanem tanácsadói szerepet is erősítve, magába foglalná pályázatírást, magába foglalná a szállítói-vevői kapcsolatoknak az összehozását, illetve magába foglalná azokat a határon átívelő megoldásokat, üzleti lehetőségeket, amely részben a magyar cégeknek a külföldön történő beruházásait ösztönözni, az export kifektetési stratégia keretein belül, illetve szeretnénk összekötni a leánybankjainkat egymással, illetve az anyabankkal is, hogy még hatékonyabban tudjuk az ügyfélkiszolgálást megvalósítani. Az OTP-nek két értékesítési csatornája van, 140 fiókban történik vállalati finanszírozás, kisvállalati finanszírozás. Ezen értékesítési csatornákban a kollégáink standard termékkel állnak az ügyfelek részére. Agrár oldalról ez magába foglalja az Agrár Széchenyi kártyának a plusz verzióját, illetve az agrárfejlesztési hitelt, legyen szó beruházási hitelről, szabad felhasználású hitelről, vagy adott esetben termőföldvásárlásról. A második fontos értékesítési lábunk az a megyei szinten lévő vállalati banki centrumokban történik. A kollégák itt nem csak standard termékkel, hanem egyedi megoldásokkal is állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az elmúlt 3-4 hónapban rengeteg olyan új termék jelent meg, akár az Exim, akár az MFB, vagy saját termék vonatkozásában, amely segítségével mindenre tudunk megoldást biztosítani az ügyfeleknek. Legyen szó beruházás, amely az a növekedési hitelprogramot tudjuk javasolni, legyen szó forgóeszközfinanszírozásról, amely a növekedési hitelprogram mellett az MFB-s, illetve saját forrású megoldásaink is vannak, ideértve az Agrár Széchenyi kártya pluszt is, illetve a támogatás előfinanszírozására is tudunk bankgarancia, illetve finanszírozást biztosítani az ügyfelek számára. Fontos az, hogy minden ügyfélnek az adott problémájára próbáljuk meg a finanszírozást biztosítani, és ezekből a kis puzzle darabokból összerakva szeretnénk segíteni az ügyfeleknek ebben az információs cunamiban történő eligazodásban. A Szerbiában a Prosperitate Alapítvány pályázati kiírása jelent meg, amely a Vajdaságban, talán, hogyha jól emlékszem, 15-20 településen történő termőföldvásárlásra biztosít utófinanszírozással visszanemtérítendő támogatást. Ezen utófinanszírozásnak a nagysága 30%-os. Ugyanakkor vannak olyan határon átívelő és szintén a külügyminisztériumhoz köthető beruházási lehetőségek, amely segítségével magyar vállalkozásoknak a külföldi beruházásait próbálja meg elősegíteni. Nagyon fontos, hogy július 13-ától változik a Magyar Nemzeti Banknak a növekedési hitelprogram hajrá terméktájékoztatója, amelyben most már exaktul leírják, hogy a határon, tehát nem csak hazai, hanem külföldi beruházásokra is igénybe lehet venni a növekedési hitelprogram adta forrásokat. A moratóriummal kapcsolatban a mi statisztikáink azok hitelösszegre vonatkoznak. Az ügyfeleinknek a 60-65%-a nem élt a moratórium adta lehetőséggel. A fennmaradó 35-40% élt, és ők sem elsősorban a finanszírozási problémák miatt, vagy a visszafizetési problémák miatt, hanem azt a lehetőséget, amit a kormányzat biztosított számukra, azt ők maximálisan szeretnék kihasználni, illetve azokhoz a beruházási projektekhez próbálnak magasabb saját erőt ezáltal biztosítani, amely a további finanszírozást is lehetővé tudja tenni.